helyét, és akkor most el kéne valahogy hozni azt a bulit. Egyelőre nincs meg, Brick hozzá el a korongot saját kapuja mögül. Vas János támadja, most indul le Odrobnyi, Brick jön. Les! Nem Les? Nem, megy ott be! No. Megvan! Hát most már nem kell számolgatni, ott van! Miki, föl tudtátok dolgozni ennyi idő után, hiszen most már csak nem egy hét eltelt. Hát igen, de még mindig azért nagyon nehéz elhinnünk magunkba is, hogy jövőre Oroszországba kell mennünk, és ott kell helytállnunk. Tényleg, ahogy mondtad, a szurkolók fantasztikusak voltak az egész héten. Mennyire volt neked furcsa ez a szisztéma, ahogy védened kellett, mert ugye kiderült, hogy te voltál az első számú kapus, hogyha kronológiailag nézzük, de mégsem biztos, hiszen mi lett volna, hogyha Bális Bence kivédi a kazahok szemét. Ez egy nagyon-nagyon furcsa világbajnokság lehetett kapus szempontból. Mennyire bosszantott például az, hogy a második mérkőzésen nem te védtél? Én úgy tudom, hogy a kapusok mindig védeni szeretnek inkább, mint kintről nézni a meccset. Nyilván ugye mindenki védeni szeret, de abszolút meccsről haladtunk, és tényleg nem foglalkoztunk azzal, hogy a csapatban kinek milyen szerepe van, csak mindenki azzal foglalkozott, hogyha esetleg lekerül a sor, akkor ő a maximumot tudja nyújtani. Gratulálunk még egyszer. Hogy? Hogy sikerült összehozni ezt a fantasztikus, családias hangulatot, ahhoz képest ugye, hogy voltak olyan hangok nem sokkal a világbajnokság előtt, az utánpótlás csapataink nem szerepeltek annyira fényesen, hogy esetleg még a főedzőnek, Krisz Csernomaznak is mennie kell. Igen, volt egy pár nehézség a körülbelül két hónappal a világbajnokság előtt kezdődött, amikor a junior válogatottunk is, meg az ifi válogatottunk is hősies küzdelemben ugyan, de kiesett. Ami egyébként az ifi válogatottól egy csoda lett volna, hogyha bennmarad, mert ott azért a világ legjobb 10 csapata után következő 6 csapattal. Tehát az szinte egy felnőtt világbajnokságra kivetítve A-csoportos szinten játszottak. És így a kazahok ellen épp hogy csak kiestünk, ami egyébként biztató a jövőre nézve. A junioroknál volt egy kis probléma, és az elnökségben azért voltak olyan hangok, hogy a szövetségkapitányt valamilyen úton módon le kellett cserélni, de szerencsére ezeket a hangokat azért egy gyors titkos szavazással sikerült lecsendesíteni. Igen. Minden esetre a fehérvári játékosok, a légiós játékosok, a frissen honosított játékosok, itt lesz majd egyébként a stúdióban Frank Benem. Szóval a frissen honosított játékosok, hogy lehetett ezt a csapategységet akkor ilyen rövid idő alatt megalkotni, mert mindenki azt mondja, akit hallgatok, hogy ez a legjobb közösség, ami valaha összekovácsolódott a jégen egy világbajnokságra. Igen, tényleg titok? Gondolom, nagyon jó a közösség. Az egyik titok szerintem, hogy egyszerűen nagyszerű emberekről van szó, akik mindent azért feláldoztak, hogy itt ilyen eredményt érjünk el, és így könnyű velük dolgozni. Ugye sokukat régóta ismerem a jégről, más onnan, és itt egy más arcunkat ismertük meg, illetve az edzők is nagyon sokat tettek azért, hogy levegyék róluk a terhet, és egyszerűen feszültségmentessé tegyék a meccsek előtti felkészülést. A Diego mindig olyan beszédekkel készült, Diego Scandella, Scandella, igen, amitől már a játékosok nem hogy mentek volna a jégre, hanem az edzés után már mondták, hogy öltözzünk és most játsszuk a meccset, és még ezt megfejelte a Rich az utolsó meccs előtt, egy ilyen megrendezett bevonulást csinált az öltözőbe, fényekkel, lekapcsolt villany mellett zenével. Mint itt, ahogy ti bejöttetek. Igen, most valami ilyesmit, csak azért, hogy úgy menjünk ki, hogy ne arra gondoljunk, hogy milyen nyomás van rajtunk, hanem hogy csak játszunk egy jó hoki meccset, és a meccs végén majd fölnézzünk a táblára, és meglátjuk, hogy mi az eredmény, és ez szerintem bejött, mert a játékosok... És ezt a Miki talán jobban is tudja, hogy... Elnézést, ezt nem tudom most kihagyni, hogy teszteljelek egy kicsit, Miki, mert a játékosok szerintem nem mindig tudnak már figyelni az utolsó pillanatokban. Miről beszél Diego, amikor annyira ösztönző volt? Hát nagyon sok mindenről, a szurkolókról, arról, hogy tényleg mennyien bíztatnak minket, és hogy értük is harcolunk, hogy a legidősebbektől a legfiatalabbakig mindenki nekünk szurkol az országba, és hogy ennek nekünk meg kell felelni, és úgy kell játszani, hogy tükörbe tudjunk nézni. Tehát nagyon sokféle motivációs beszéddel rendelkezik a Diego, tényleg
Hát ő már szintén magyar tulajdonképpen. Igen, mi magunk is ledöbbenünk, és arról szokott még beszélni, hogy ő miért van itt velünk évről évre, 8 éve, azt hiszem, hogy 8 éve van a válogatottnál, hogy ő is mennyire büszke arra, hogy velünk dolgozhat, és hogy szeretné, hogyha mi is ugyanolyan büszkén viselnénk a válogatott mezt, amilyen büszkén ő hazánkba jön minden évben.